Ebben az általános iskolában lettek tömegével rosszul a gyerekek február 4-én, és nem csak itt, hanem ebben az intézményben is. A József Attila általános iskolában közel 60 gyermeket és jó pár pedagógust érintett a megbetegedés, az Apácai Csere János szakközépiskolában pedig 10 fő alatt volt a hányás és hasmenéses tünetekkel küzdő diákok száma. Mindkét oktatási intézmény igazgatóját felkerestük az ügyel kapcsolatban. Természetesen a gyerekek szüleit felhívtuk telefonon, és kértük őket, hogy jöjjenek a gyerekekért. Ők a gyerekek egy jó részét elvitték orvoshoz, és tulajdonképpen a gyermekorvos feladatai közé tartozott aztán, hogy a nagy szám miatt értesítse az ANTS-t. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lehetett a kiváltó ok. Vélhetően vírus okozta a megbetegedést, de elterjedt az a rémhír is, hogy ételmérgezés következményeként estek le a lábukról a diákok. Gondolom az ANTS lefolytatta megfelelő vizsgálatokat, és majd kiderül, hogy mi okozta ezt a problémát, ami nekünk feltűnt, és ugye azért volt furcsa, mert ilyen nagy számban még nem fordult elő ilyen eset, hogy több mint 50 gyerek ugyanazzal a problémával küszködjön. Az általános iskola igazgatója szerint nem ételmérgezésről van szó, hiszen akár a jelenlegi járvány is okozhatja ezeket a tünetegyütteseket. A kérdésekre majd az ANTS vizsgálatainak eredményeiből kaphatunk választ. A szakközépiskolai igazgatója is hasonlóképpen gondolkodik az esetről. Utána néztünk a hiányzó létszámoknak is, ami megfelel a tavaszi időszaknak, általában ennyi diákunk szokott hiányozni, és annak is utána néztünk, hogy a hiányzó diákoknak a töredéke nem egész 10%-a étkezett a konyhán, tehát mi nem találunk összefüggést a hiányzás és az étkezés között. Szakértői véleményt és pontos választ várhatóan a jövő hét folyamán kapunk, amelyből bizonyára kiderül majd, hogy van-e igazság alapja az ételmérgezés rémhírének, avagy valóban csak egy ártalmatlan vírusról van szó.